Konnichiwa, mami-san. A Morikami japán kert szerintem az egyik legszebb kert a környékünkön. Nem csak a csodálatos növényekben, hanem a különleges tájrendezésben is gyönyörködhetünk, és közben megismerhetjük a japán kultúrát. Tudjátok, bármilyen vizes hely van, tó, folyó, vagy csatorna, akkor muszáj kirakni, hogy lehetnek aligátorok. Itt az erre figyelmeztető tábla. Alberto most megbeszéli, mert lehet, hogy veszünk egy tagságit, és akkor bármikor azzal tudunk jönni vissza, mert hát nem először vagyunk itt. Beledugod az ujjadat a kamerába? Mi nagyon szeretünk ezt a helyet, nagyon, nagyon tetszenek. Voltunk, kétszer voltunk, most az a harmadik. Lényeg, hogy ha most mi négyes fizetni, egyszeri alkalmas, általában majdnem $40. A tagsági? Igen, ami a csávó magyarázza nekem, hogy mi nem csináltató a membership egy év, $95. Bármikor tudjátok jönni ingyen, fél ára kaja, fél ára park, mindenhol a klassz, a mi a... Szóval úgy döntöttél, hogy akkor megveszed a tagságot? Ez akkor inkább egy éve, mennyi plusz $50, ez akkor megvagyunk. Nem? Sokkal jobban. Itt a bejáratnál van egy színház, ahol vetítések vannak, és akkor a japán kultúráról többet lehet tudni. Ilyen moziterem van. És nagyon nagy kedvencünk itt ez a kis shop rész, ahol például kimonók is vannak. De jó. És nézd, ez is van. They're all so majestic. Valószínűleg mag van ebben a kis dobozban, és akkor bonzájfát növeszthetünk. Ikebana készlet, ugye ez a virágnak az elrendezése. Ez aranyos, ez tetszik nagyon. Lótuszvirág. Szép kis csobogók, igen. Ez milyen gyönyörű. Az mi? Egy ruha? Innen talán jobban látszik messziről, szóval ez egy esküvői kimono. Ezt nézd, Miri, fejpárt, ez nagyon jól néz ki. Nagyon tetszenek ezek a felsők. Ó, megtaláltad, mi? És a kerten belül van egy múzeum is, egy galéria, ahol például meg lehet tudni, hogy mi is az a buddhizmus. Egy pagoda. Szép, nem? Ja. Mindig akartam, ez a bakancs listás. Bakancs listás hely, de ha most nem jutunk el Japánba, akkor legalább így látjuk. Igen. Ez tetszik nektek, nem? A sárkányos. A mennyezet, az ajtó, minden olyan, mint hogyha Japánban lennénk. Van teaszoba is. A hagyományos szeánszokra lehet jönni. Oda leülsz a lépcsőre, és akkor megmutatnak mindent, mindent elmagyaráznak. Tetszene, hogy nagyon steril a hely, egy ilyen tiszta. Igen. Nagyon tiszta. Festőkurzus is van, jöhetsz festeni. Igen. Mindjárt meglátjátok, hogy tökéletes hely kikapcsolódáshoz, feltöltődéshez, meditáláshoz, sétához egyedül, vagy a családdal. Itt a kert részen van a japán étterem, és ezt is nagyon jól megcsinálták, még a tetőzet is ilyen japános.
Nagyon varázslatos, romantikus hely. Amikor a japán elnök pár éve jött az akkori elnökünkhöz, Trumphoz, akkor őt is elhozták ide, a First Lady-vel együtt. Akkor a japán elnök nagyon rácsodálkozott, nem, a First Lady-vel, hogy nem kell menni Japánig, hogy... Kész volt, amikor, mit tudom, két évvel ezelőtt, Trump ide hívta őket Mar-a-Lago, és ide ugrálták. Hát a saját házába meghívta őket vendégeskedni, és megmutatta, hogy van japán kertünk. Itt volták. Mindenhol kövek és hidak. Teljesen autentikusan adja vissza a japán hangulatot. És ahogy végigjárjuk a kertet, mindenhol rácsodálkozhatunk a bonzájokra. De nem csak bonzájok vannak, hanem egyéb exotikus fák is. You see the mango? Are you gonna take like some pieces off? Nézzetek a mango fa. Ez még zöld. Igen, zöld a mango, de késői fajta. De csomó van ez. Elképesztően sok van rajta, csak tényleg még nincs megérve. Most elindulunk az úton, ott a híd felé. Emlékeztek, amikor legutóbb itt voltunk, akkor volt aligátor a vízben. Szerintem volt egy aligátor, nem? Igen. Még fel is kiáltottuk, hogy ott egy aligátor. Ha munka volt, akkor most is ott is van, szóval. Nézzük, mert vissza, hogy itt van. Miri azt mondja, hogy magyar szag van, az milyen a magyar szag? Valami magyar virág van itt. A nagymamák házében Miri, van. El se tudod képzelni, hogy a magyar nagymamáiknál most mennyi virág van. Mikor mutatja a kertet, el vagyok ájulva. És akkor itt bármennyi időt eltölthetünk és gyönyörködhetünk ebben a látványban. Ez ki most semmi problémát. Rákjál belül a test. Mondani akartam, hogy teljes nyugalom és harmónia, de pont elhúz fölöttünk egy repülő. Anyadik szilvát eszed. Második? Középső ujját mutatta. Most már, hogyha egy picit hűvösebb nap van, nem ilyen forró, akkor bármikor vissza tudunk jönni. Kihasználjuk ezt az egyéb tagságit. Keresni Miri a feste tanfolya, meg a tanulkezúni a szabuka egy ilyen japán tea rituális. Daddy, it's on my shoes! Beöltözöl Miri kimonóba? Yes. Azt mondja Alberto, ennyi volt a cukiság neki. Visszaadja a tagságit. Most megy itt egy iguána. Nagyon utálja. What's your name? George. Úgy nevezed el? George. Na, beleugrik a vízbe? Please jump. Hogy rám néz. Ma mit csinálsz? Please jump, please. I want to see it jump. Oh, nézd a koi. Mami. Igen, tele van koi halacskával a víz. Csak várjál, meg akarom ez nézni, hogy leugrik-e, vagy mit csinál. Halált megvető bátorsággal. Csak elmászik. No. Ott vannak a koi halak. Annyira szépek a virágok. Ez majdnem olyan, mint egy orgona, csak rózsaszín. A virágokról nagyon finom illat jön, szeretném, hogy érezzétek. Papi megijedt, mert egy iguana leesett az égből. Gondolom a fáról, nem az égből. Igen, hogy leesett, és egy fára a bokorra esett. Az a baj, hogy behívja, hogy parázik tőlük. Ez amikor nem vársz, nézd egy planta, bombomban leesek egy nagy darabom. Az a baj, hogy ezzel hívott be, hogy félsz tőlük, és pont a te gyakadban fog landolni. Jött szembe veled, és mit mondott? Mosolyan. Figyelj, ott van a szaligérő. Akkor nézzük meg. Látjátok a híd alatt? Babynek néz ki, nem? Nem olyan nagy. Not baby, more like teenager. Teenager? Na, mi lesz a sorsa a madárnak most, hogyha közel megy hozzá? Nyitva a szeme. A bambuszerdő.
szárazság van már jó ideje, most már tényleg várjuk az esős időszakot. Ez ott egy királygém a vízben. Ez a legjobb itt sétálni a bambuszerdőben. Barátaid nézik a videónkat? Yeah, she watches every single one of them. Magyarul kérem szépen. Mindegyiket nézi. Minden barátod az iskolában? Nem, csak Aya. Aya? De ő minden a palesztin kislány? Igen, uh-huh. Ő minden videót nézi. És mit mond? Mit ért belőle? Csak mondta, hogy what's that place you went to? Csak így kérdez kérdéseket. Hogy mi az a hely, ahol voltál? Igen. Ők is kirándulnak? Sokat? Bocsánat. Igen, ők is. De ők mindig így csak így... Így vagy Okalába, vagy Georgiába. Ó, feljebb egy kicsit. De meg jó, hogyha tippeket adunk az embereknek, nem? Jetskizni, meg ilyenek. Az olyan Everglades helyek. Az Everglades-ben jetskizni, az jó lehet. Igen. Az aligátorok között. Van egy ilyen park, mondta, hogy do you wanna come? Jó, hát az Everglades az olyan csoda hely, nem? Mert pont Delphi, ma néztük a tévében, hogy manati, meg delfin is van. Ki gondolná, ugye ott a... Mindenki úgy képzeli el, hogy ez egy nagy mocsár, egy lápos hely, de hát a vízben még delfinek is vannak. Itt legalább van egy kis hűsi. Elég későn keltünk fel, már dél van, 32 fok. Úgyhogy jól esik, hogy így a fák fölöttünk vannak, és egy kis árnyékot adnak. Az eső, egy picit csepereg. Jó, egy ilyen, szerintem kell is. Fiam, mi van itt, ahol a szamurái? No, it's meditation. Oh, meditation, you're right. Ilyen kis meditációs állomások, kertek vannak. Hatalmas a hely. Egy egész napot el lehet itt tölteni. Mi az a múzeum, ami Parisban van? Parisban? A Louvre? Yes, that one. Annak 100 nap kell, hogy mindent meglássák. Voltunk ott egyébként, csak nem mentünk be. Tényleg? Hova mentünk helyette? A Disneylandbe, hogy te lásd. Oh. Akkor még túl kicsi voltál egy That's múzeumhoz. Okay. És itt, hogyha felmászunk, akkor felülről is megnézhetjük. Kis csobogó. Elképesztően romantikus a hely. Igen. Az előbb be akartam menni egy ilyen kis közbe leülni egy padon. Látom, de egy párocska ott látom, ült, és hát megzavartam őket. Van apród? Figyeljetek! Itt most egy picit elmélkedünk, jó? Kívánjatok magatoknak, a családunknak jó dolgokat. Ez egy nagyon szép rituális itt a Buddha. Szóval kérte valami, ami nagyon akartató, jó? Ezt rakjátok a pénzt, jó? Egészséges, kerünk egészséges. Még adj neki egy kis időt, hogy átgondolja, hogy mit szeretne kérni. Gondolkodj, jó? Akkor csak köszönt neki, hogy egészséges vagyunk, együtt vagyunk, jó? Együtt csinálva. Így el vannak választva egymástól a különböző meditációs kertek. Kezdődik, azt mondják, hogy éhesek. Egy kígyó, gyorsan elkapjuk. Ups. Na hát ilyet is ritkán látunk azért. Én csak a feketéket szoktam látni. Én a medencénél láttam egyet. A fekete? Egy feketét, igen. Oh my gosh! De szemét vagy! Oh my gosh, igazán vettem. Megfogta a bokámat. Majdnem eldobtam a kamerát. Most írjátok valamennyi más? Én ma sushi kívánok. Nem tudom, már szemben zsapán kérve, jó? Gyere, adom ezt, te tegyel. Mindenki nézi a kígyót. De gyorsan mozog. Nem mérges kígyó. De így legalább láthattátok, hogy a floridai emberek a legnagyobb nyugalommal reagálnak az ilyen dolgokra, akár aligátorra, kígyóra. Megvárják, hogy elvonuljon végül is ez az ő élőhelyük. Mi vagyunk a betolakodók. Ez
petálni. Szerintem a Morikamié, akinek lehet. A kertet köszönhetjük. Ez az ő földterülete volt, hát jó sok évvel ezelőtt, és gyakorlatilag itt az önkormányzatnak adta. Igazából Palm Beach County-nak, Delray Beach-nek adományozta a területet. A 70-es évek közepe vége felé az itt élő japán közösségnek, a Yamatónak volt a tagja ő. Van is itt Bokaratonban Yamató út. És minden évben itt van lantern, ilyen lámpás fesztivál. Valamikor szeptemberben lesz, és akkor visszajöhetünk megnézni, mert olyankor táncosok vannak, dobosok, szamurájok, minden. Nem csak ugye a lámpás, cool. Amit beleengednek a vízbe. That's cool. És nem kell locsolni. Itt a különböző bonsai fajtákat lehet megnézni. Fele menekül a vízbe. És rám néz. Zárva van belőle. Zárva van a múzeum? Sajnálom, mert olyan jól bemutatták, hogy régen hogy működött az iskola Japánban. Úgy néz ki, hogy felújítják. Ugye kilátszik a földsáv, de hát a szárazság ellenére akármerre fordulunk, mindenhol olyan szép a táj. Most jön 4-5 nap, amikor esősebb lesz, hát reméljük, hogy egy picit javulnak a tavak. Sokkal szebb, amikor a víz felér a fűig. Riasztanak, hogy vihar lesz. Megszólalt a sziréna, hogy ideje bemenni az épületbe. Látom, hogy lighting. Villámlás lesz, igen, ilyenkor. Arra figyelmeztetnek. Dörög is az ég. Erősödik a szél, halljátok. Ezek csak ilyen párperces intenzív esők. De ugye a villámokkal nagyon kell vigyázni Floridában. Azt hiszem, hogy itt halnak meg a legtöbben villámcsapástól. Az étterem felé vették az irányt. Bokos ételek, kókuszos rák, igen. Van boba tea. Szerintem, hogyha most jön a villám, akkor inkább zárt helyen együnk. Santos. Santos? Magyarul Santos. Santos buffet. Szóval fizetünk valamennyi, és akkor minden finom húsi plusz sushi is van. Ja, hogy befizeted magad, és akkor annyit eszel, amennyit bírsz. Amennyi bírsz, igen. Uh-huh. Jól esik mi, ha hűtött helyre bejönni. Na menjünk, akkor nézzük meg ezt a japán büfét. Sushit kívánsz, Miri? I'm charging up now. Itt feltöltődsz egy kicsit? A színházban most épp elindult egy előadás, úgyhogy akkor itt is hűsorunk egy picit. Most éppen azt mutatják, hogy hogyan konzerválják a dolgokat itt a Morikami Múzeumban. Miri visszacsábít a shopba bennünket, pedig már éhes. Ilyen kimono szerek. $95 kerülnek a kimonók. Ez szép. Jó, ez lenne szép. Yeah. Jó, akkor veszünk ezt. Ja. Ez a színe? Ezt a szép, igen, ez nagyon tetszik. Mirinek meg a hajpántot, a japánosat, nézd ott van. Mondd, Miri? Somos? Három van benne. Három? Szerintem. Akkor én visszamegyek a konditerembe. Ebből pálcik a ki lehet így húzni? Na, ezeket imádom, igen. Ilyenünk van. Isteniek ezek a kis tálak. A könyvek. Más a könyvek. Nézd ezt a cicásat! Nézd, mennyire jó, hogy... Made in Japan. Igen. Uh-huh. Szóval nem kínai zucco, japán zucco. Na jó, hát a kínai porcelán is jó. Jó, ez is jó, ez is jó, de ez a lényeg, hogy autentikus a dolgok. Autentikus. Nem a... ez a... a maska.
ezt imádom. Nézd a dekorációs pöltöt melletted. Gondolom, hogy te a lehet ide. Teát lehet te, benne tartani, igen. Az egy ilyen... Itt vannak hozzá a teák. Ez milyen jó. Vegetarian és sushi? Titkok? Ez mennyire jó. Igazi bambú, de jó. $20. Bento. Japán szakácskönyvek. Levesás. Contemporary. Albert, gyere, megtaláltam. A macskák. Ez a papa vigyáj. Tudjátok, mennyire szeretem őket. A Beto imádja. Van is nekünk. Várjál. Én Magyarországon oda hajtam egy ilyen aranyszínű. Szokott mára, ezt így megvettünk egy másik kise. De ez nekem nagyon tetszik, hogy fehér. Buddhista bölcsességek. Napi bölcsességek tudod olvasgatni. Miri imádja az ázsiai kultúrát. Most éppen dél-koreaiul tanul, teljesen önszorgalomból. A tanultamon ápokat letöltök, és mutatja, hogy kell rajzolni meg mindent. És a betűket is, meg szavakat? Igen, memorizálod. De miért? Nem tudom, csak tetszik. Maki a robotot kéri. Origami. Sárkán tudjon csinálni. Ez nem rossz. Nem rossz, csak már van ilyen nekik. Origami Masters. Ezt tudjon tanulni, sárkán csinálni. We already have some data, I can show you. Okay, then? Then how about we just get one? Ilyen szép szájmaszk van. Albert, nem fogja itt hagyni a macskát. Már jó sokat összecsipegettél. So cool. Már édességet is? Yes, mami. What is? Olyan, mint a ropi. Igen, basically. A hagyományos baba. Minden, ez a lényeg, hogy fa legyen. Aha. Bambú vagy fa, nem tudom. Ez minden forma, minden stílus. Ez egy ikonikus. Ikonikus? A kokácsi baba. $36? Igen, igen. Ez a fiú. Mutasd az arcát. És itt van miniben a kokácsi baba. Ezért is jó, hogy tagok lettünk, mert így kaptunk 10% kedvezményt. Japán gyömbér? Szárított? És a ropi nagyon finom. Mm. Akkor maradunk a japán étteremnél? Menjünk itt a Bokaraton, van egy. Uh-huh. És én ezt szavazom. De most telefonált a kollégád. Hogy beérett nála a mangó, hogy menjünk mangót hogy szedni. Menjünk mert rengeteg mangó van neki. Pici kert, de nagyon nagy mangó, 3 mangó fa van. Aha. Ez ennyi mangó van, hogy szokta nagyon finom legbát csinálni. Ez küldeni a tesó, a Georgia, meg Washington, valahol ott van a Washington. Más államokban. És akkor mondtam, hogy... Hát, tudunk akkor szerezni tőle egy kis lekvárt, házi lekvárt. Azt mondta, hogy minden... Jamaikai, nem? Jamaika, de itt laki 100 éve. De azt mondta, hogy minden neve, mindenki várja ott fent az ő... Híres, bármilyen nagyon finom csinál. És akkor ez az a büfé, amit említettünk. De csak akkor megyünk be, hogyha nincsenek túl sokan. 5 percre vagyunk a Morikamitól, de nézzétek meg, milyen jó kis eső volt közben. Fertőtlen is le a kezed, jó? Mielőtt oda megyünk a büféhez. Előételnek akkor jöhetnek a sushik. Friss tengeri herkentyűk, saláták, grilleznek. Csak 2 vettél, Miri? Igen, mert mindegyikben van nagyon nyers hús, de mindegy, megkóstolom a nyers húst. Ez a halal, akkor van kérni a Mati Fehedi. A desszertek nagyon jól néznek ki. És akkor itt vannak a főételek. Ananászos csirke. Van kagyló is. Miri, nézd, ez parmezános csirke. Friss biszkit. Sushi imádó, finom. Isteni. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Konnichiwa!